Óbecse községi képviselőtestülete elfogadta a 2021-es évi költségvetés zárszámadásáról szóló határozati javaslatot, valamint a Bodokánál közvállalat igazgatójának kinevezésére kiírt nyilvános pályázatról szóló határozatot. Emellett megszavazták a rendkívüli helyzetek községi törzskarának tavalyi munkájáról szóló jelentést, valamint a 2022-es évre vonatkozó munkatervet a pénzügyi tervvel együtt. Egyébként kedden érkezett meg az anyag kiegészítésére vonatkozó javaslat a községi elnök, a községi tanács és a községi képviselőtestület munkatestületeinek véleménye alapján. Arra a kérdésre, hogy miért az a gyakorlat, hogy a helyi parlamenti ülés előtt egy-két nappal egészítik ki a parlamenti anyagot, ami megnehezíti a polgárok regisztrációját és a polgári szék mechanizmusában való részvételét. Kis Igor, a községi képviselőtestület elnöke kifejtette, hogy az ilyenfajta működési elv összhangban van az eljárási szabályzattal. Volt erre példa, hogy a napirendi pontokat egy-két-három nappal a községi képviselőtestület ülése előtt még a községi tanács kiegészíti, illetve hozzáad napirendi pontokat. Mi a községi képviselőtestület szolgálatában olyan állásponton vagyunk, hogy ami a községünk működését, a polgároknak a jobb létét szolgálja, azokat az ügyeket mindenképpen a napirendre tűzzük. Ezt az ügyrendünk megengedi, a törvények megengedik. Valóban nem túl szerencsés az úgynevezett polgári szék, amit ugye a gyakorlatilag Óbecse község elsőként vezetett be Szerbiába, tehát hogy ilyenkor, hogyha a polgárok ezekre a napirendi pontokra szeretnének reagálni, akkor sokkal kevesebb idejük van felkészülni. Az utóbbi 12 községi képviselőtestületi ülés anyaga egyébként nem lett közzétéve a község hivatalos honlapján. Valóban Óbecse község hivatalos honlapján az utóbbi időben a községi képviselőtestület anyagát nem töltöttük fel olyan, nem voltunk napra készek. Ezt talán gyorsabban is meg tudtuk volna oldani, viszont ugye valamennyien emlékezünk itt Óbecsén, hogy egy fél évvel ezelőtt történt egy szörnyűséges tragédia, ugyanis az informatika osztály vezetője Teleki Attila tragikus hirtelenséggel elhunyt, és ő mindezt nagyon ügyesen, évekre visszamenőleg nagyon ügyesen kezelte és irányította a magának, az osztálynak a működését is. Más problémák is jelen pillanatban vannak az informatika osztály, többek között ez is, úgyhogy igyekezni fogunk ezt minél gyorsabban kiküszöbölni. Azon túl elmondhatom, hogy folyamatosan dolgozunk egy új, átláthatóbb, modernebb online anyagon, honlapon, ami talán ezt az átláthatóságot, illetve a polgárok felé a kommunikációt még inkább könnyebbé, gördülékenyebbé és hatékonyabbá tudja tenni. Óbecsén az Alsóvárosban és az Újfaluhelyi közösségben található Labut Pejovics iskoláskor előtti intézménybe járó gyerekek szüleit arról tájékoztatták, hogy gyermekeik júliusban és augusztus első két hetében nem járhatnak majd az említett városrészek óvodáiba, hanem az iskoláskor előtti intézmény központi épületének csoportjaiba. Az Alsóvárosi Szuncsica óvodába járó gyermekek szülei elégedetlenek ezzel a helyzettel, ezért petíciót nyújtottak be az iskoláskor előtti intézménybe, amit 39 gyermek, 29 szülője írt alá. Érinti, mivel a pici, ő 2 éves, és hát nemrég szokott be. Most ha egy nagy változás történne, akkor több mint valószínű, hogy az egy kis lelki megrázkódtatást okozna nekik, mert hisz nem rég szokott be az oviba. Mi most nem fogjuk oda bevinni, inkább a mamák megpróbálják megvigyázni, hát most mit csinálunk, ismerősök, mamák, dolgozni muszáj. A gyerkőcöt meg nem hagyhassuk otthon bezárva, hogy odaadunk neki 100 dinárt, hogy menj el a boltba venni kaját magadnak. Ez egy kicsit... Nekünk a nagymama ott van, de amúgy, hogyha elkezdek dolgozni, akkor mi sem nagyon tudjuk megoldani. Azért a július az úgy hiányzik. Az augusztust ezt úgy mindenki meg tudja oldani, de a július az hiányzik, hogy,
hogy nem lesz óvi. Ez így nem jó. Az unokámé jöttem, negyedik unokámé járok ebbe az óvodába, még az én két gyerekem is ide járt, még én is ide jártam. És nem tudom, hogy mi gond az, hogy nyári szünidőben ez az óvoda nem bír működni. Egy kicsit gond, őszintén megmondva, mivel ugye az egyik idősebb, a másik fiatalabb, és akkor ugye két külön épületbe kell majd őket vinni. És akkor ugye nem tudjuk valójában, hogy majd hogy is ez fognak ők, probléma, ki fog rájuk vigyázni, megy, a másik meg, hogy ők mennyire fogják érezni jó magukat egyáltalán majd ottan. Majd meglássuk. Saját avonénink, az nem tudjuk egyáltalán jön-e, tök idegenek, azt sem tudom, hogy hogy viselkednek egyáltalán majd a gyerekekkel, vagy nem, csak két éves, úgyhogy én nem. Ha nem lennék rászorulva, hogy muszáj legyen, hogy elmenjen oda, mivel dolgozunk, így muszáj, nem bírunk ugye otthon lenni, folyamatosan, hogy vigyázzunk rájuk, ígyesen ezért mentünk bele, de amúgy nagyon nem. Hát nem tudom, hogy hogy fogja majd a Noelka majd, hogy ottam ugye más tanítók vagy óvók lesznek, és hogy most hogy fogja viselni, most ezt nem tudom, mert itt is egy kicsit elég jó szenvedünk még. Rálesünk. Nem tudom. A szülőket hogyan érinti, meg tudják oldani? Hát most megoldjuk, de nehezebb azért. Az óvoda május 30-a és június 3-a között körkérdést juttatott el azokhoz a szülőkhöz, akiknek gyermekei napközis óvodába járnak. Azzal a céllal, hogy kiderüljön, hogy kinek a gyermeke jár majd óvodába a nyári szünet alatt is. A szükséges munkaszervezés és káder létszám beosztása, valamint az élelmiszerrendelés miatt. Ennek alapján megállapították, hogy júliusra a Szuncsica óvodába 25 gyermek jelentkezett, akik közül 12-en a bölcsődei korosztályhoz tartoznak, 13-an pedig 3-tól 6 évesek. Augusztusra 19 gyermek jelentkezett, 9 bölcsődés és 10 az idősebb korosztályból. A jelenleg rendelkezésre álló káderállomány miatt nincs lehetőségünk arra, hogy ebben az épületben is biztosítsunk óvónőket a nyári szünidő alatti munkára. Már napok óta próbálkozom különféle variációkkal megoldani a helyzetet. Ma is lesz egy gyűlésem néhány fő óvónővel, hogy néhány opciót megvitassunk, hát ha találunk egy átmeneti megoldást erre a problémára. Amennyiben megszületik a megoldás, vagy lesz valamilyen ötlet ezzel kapcsolatban, a szülőket értesíteni fogjuk a hét folyamán. Az év folyamán mintegy 600 gyermek vesz igénybe a napközis óvoda szolgáltatásait Óbecsén, Bácsföldváron és Péter révén. Júliusra mintegy 330, augusztusra pedig 250 gyermek jelentkezett. A nyári szünet alatt mi nem hosszabbítjuk meg sem az óvónők, sem a többi személyzet munkaszerződését, így a jelenleg rendelkezésre álló kádert tudjuk beosztani a csoportokra. Miután kiderült, hogy hány gyermek lesz itt a nyár folyamán, arra a megállapításra jutottunk, hogy nincs elég dolgozunk arra, hogy lefedjük az összes épületet, amelyekben nap közé működik. Emiatt döntöttünk úgy, hogy Óbecse esetében ügyeletes óvodákat jelölünk ki. Ezek a Kolibri és a Hattyúcskák óvodák lesznek. Mit így kiemelte, hogy az intézmény a korábbi években is ügyeletet szervezett a nyári időszakra, amikor kevesebb gyermek jár óvodába ebben az időszakban, valamint a káderlétszám csökkenése miatt. A Szuncsica óvodába egyébként körülbelül 100 gyermek jár egész éven keresztül, közülük 55 napközis, egy bölcsődei csoporttal, valamint két csoporttal a 3-tól 6 évesek korosztályában. Nagy érdeklődés kísérte vasárnap délután a Vajdasági Magyar Szövetség által első alkalommal szervezett családi napot Óbecsén, a radarállomáson. A változatos és színes gyermek és felnőtt programok lehetőséget nyújtottak a család minden tagjának a szórakozásra, kikapcsolódásra. Az élő zene, a finom falatok, a malac és bárány sült, a csirkepaprikás, valamint a kürtős kalács és palacsinta, meg a hideg üdítők mellett. A jelenlevőknek alkalmuk volt részt venni mézes kalács díszítésen és lovagláson, de a csocsó, az ugrálóvár, az asztali tenisz és a foci is remek időtöltésnek bizonyult. Az ötlet az onnan jött, hogy ugye az elmúlt másfél-két év az ugye igen csak ínséges idő volt, ugye a világjárvány határozta meg, és azt láttuk, hogy az embereknek hatalmas az igényük arra, hogy újra együtt lehessenek, újra közösségben lehessenek, újra beszélgethessenek egymással,
és egy olyan programot szerettünk volna létrehozni, ahol tényleg a család apraja, nagyja megtalálja a maga helyét és a maga számítását idézőjelben, úgyhogy ezért hoztuk létre most ezt a családi napot, és innentől kezdve szeretnénk ezt évről évre megszervezni. Ugye tényleg gyerekprogramok vannak, étel van, ital van, ugye élőzene van, tehát tényleg bárki a család legfiatalabb és legidősebb tagja is itt lehet, de ami a legfontosabb, újra a világjárvány után újra közösségben lehet. A családi nap résztvevői elmondták, hogy óriási az igény az ilyen és ehhez hasonló rendezvények iránt, és hogy nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Én nem vagyok, nem óbecsén születtem, hanem ide költöztem, és mindig nagyon örülök az ilyen rendezvényeknek, és hát remélem, hogy kinövi magát, és a jövőben még többször, még nagyobb résztvevő számmal meg fog kerülni a rendezésre. Hát jó, jó. Csak annyi, hogy gondoltuk, hogy nagyobb, már vagyunk először itt. Azt hittük, hogy kicsikét nagyobb. De mit szép. Szép. Szép a zene, szép. Sok nép van, szép a hangulat. Szép. Mondom, most jöttünk ide, majd ezután nézzük szét, hogy milyen mára. Még szép látni, hogy tele van gyerekekkel. A rendezvény, hál' Istennek, hogy megrendezésre került itt Becsén, ugyanis nagyon sok esetben vidékre utaztunk, például Mosolytengerre. És a becseieknek szükségük van egy ilyen rendezvényre, főleg a gyerekeknek, ugye? Úgyhogy az én két kislányom is örömmel fogadta és várta ezt az eseményt. Már napok óta nyaggattak, hogy akkor mi is történik majd vasárnap. Úgyhogy szükség van egy ilyesmire, és örülök, hogy ezt így megszervezték. Nagyon örülünk, hogy van végre Becsén is egy ilyen rendezvény. Ugye mink is rögtön kijöttünk megtisztelni, most vagyunk itt először, de úgy tudom, hogy nem ez az első családi nap, de mi most jöttünk ki először. Hát lássuk, hogy sok becsei eljött, az már csak biztos jó bír lenni. Majd én is másokhoz megpróbálom, hogy ott most milyen úgy lecsúszni, mert még nem próbáltam, és akkor most csak néztem a testvéremet, hogy csúszik ide, még minden nem mer, meg ilyesmi, én sem mernék biztos, és akkor hát most jó egyenlőre, hogy jöttem. Fociztam és légvároztam, csúszdáztam, és jól tetszett. Mi is eljöttünk a családi napra, mert ugye azt mondták, hogy nagyon jó program, meg ugye, hát ha már sok gyerek van, akkor csak jó program lehet, és ha gyerekek le vannak kötve, akkor apuka és anyuka is nyugodtan szórakozhat. Eljöttünk amellett még palacsintát is sütni, ugye reklámozzuk az augusztus végén megtartandó palacsintafesztivált, úgyhogy ez is ugye a gyerekeknek egy kedvenc, a palacsinta, mert kibírják magukat kenni, meg nagyon finomat bírnak enni is. A jól sikerült délután után a szervezők kiemelték, hogy azt tervezik, hogy a családi napot ezentúl minden évben megtartják, és szeretnék, ha a rendezvény hagyománnyá válna Óbecsén. Óbecse ad otthont a hétvégén, azaz július 1-től 3-áig a Nemzetközi Fotóművészeti Alkotótábornak, amelyen szerbiai, romániai, magyarországi és szlovákiai vendégek vesznek részt. A program keretében pénteken, július 1-én 19 órától a Körgalériában fotókiállítás nyílik, polgártársunk Justin László, valamint a Királyhalmi Erdélyi Olivia fényképeiből Dialógus címmel. Szombaton, július 2-án 21 órától a Színházi Klub kerthelyiségében Lennert Géza fotóművész tart magyar nyelvű előadást a fél évszázados alkotói tevékenységéről. Az előadás után eszmecserére is lehetőség lesz. A tartalmak nyitottak, így minden érdeklődőt szívesen látnak. A programot Óbecse község támogatja. A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást tett közzé a 2022-es évi népháztartás és lakásösszeírás lebonyolításában közreműködő oktatók jelentkezésére. A felhívásra 2022. július 3-a este 20 óráig lehet jelentkezni. Az érdeklődők kizárólag elektronikus úton jelentkezhetnek a Köztársasági Statisztikai Intézet weboldalán a www.stat.gov.rs és a popis2022stat.gov.rs oldalon található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével. A megbízatási időszak 2022. augusztus 23-ától október 31-ig tart. Bővebben a pozícióról és a feltételekről, melyeknek a jelöltek meg kell, hogy feleljenek, médiaházunk weboldalán a www.tvbecej.rs honlapon olvashatnak.
Az Óbecsei Népkönyvtár regionális versírópályázatot hirdetett Zajedna együtt címmel gyermekek és fiatalok számára 10-től 18 éves korig. A pályázat szerb és magyar nyelven valósul meg, melynek célja a gyermek és ifjúsági kreativitás megerősítése, a költészet és az írott szó népszerűsítése, valamint a regionális együttműködés elmélyítése. Nagy örömmel értesítjük a nyilvánosságot, hogy a vers csak születik elnevezésű gyermekversíró pályázatunk idén gyermek és ifjúsági versíró pályázattá nőtte ki magát. Ezért új elnevezést is kapott, és mivel szerb és magyar nyelven hirdettük meg, így a neve Zajedna együtt. A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium is felismerte ennek a pályázatnak a jelentőségét, és 120 ezer dinárral támogatta azt. A szabályzat ennek a pályázatnak, hogy 10-től 18 éves korosztályú fiatalok, illetve gyermekek vehetnek részt benne, és a legtöbb, amit beküldhetnek, az 2 vers. Figyelemen kívül lesznek azok hagyva, akik olyan verseket küldenek be, amik már valahol versenyképesek voltak és szerepeltek. Abban az esetben, hogyha határidőn túl küldik be ezeket a munkákat, és hogyha nem versformába íródnak. Szóval ezeket a szempontokat nagyon figyelembe kell venni, és akkor küldjék be, hogyha ezeknek a szempontoknak megfelelőek. A költemény témája szabad, a munkákat pedig szeptember 30-áig kell beküldeni. A pályázat eredményeit október 22-én jelentetik meg, amikor egyúttal bemutatásra kerülnek a legsikeresebb alkotások több kategóriában. A versíró pályázat az regionális, az azt jelenti, hogy nem csak Szerbiából lehet bejelentkezni, hanem más országokból is, amit ki kell hangsúlyozni, hogy egy versíró 2 verset tud beküldeni, természetesen lehet 2 magyarul, vagy 2 szerbül, vagy lehet azt is, hogy kihangsúlyoznám, hogy 2, de az egyik lehet magyar, a másik pedig szerb. A verset a maticna.becej@gmail.com e-mail címre kell beküldeni, a szerző rövid életrajzával együtt. A Siketek és Nagyot Halló Kóbecsei szervezete volt a házigazdája a múlt hétvégén az Országos Horgász és Halászléfőző Versenynek, a Gastrofest Tisza 2022-nek. A Munkaügyi, Harcos és Szociális Ügyi Minisztérium, Óbecse Község, valamint Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének támogatásával. Egész Szerbiából vannak versenyzőink, a szervezet képviselői Novi Pazartól egészen Szabadkáig. Nagy örömünkre szolgál, hogy ma vendégül láthatjuk drága barátainkat, és szeretnénk, ha mindannyian jól éreznék magukat itt nálunk. Minden jel arra mutat, hogy a rendezvény remekül meg lett szervezve és előkészítve. Minden rendben zajlik. A végén pedig majd kiderül, hogy ki fog örülni a győzelemnek, a serlegeknek, érmeknek, okleveleknek, elismeréseknek, köszönőleveleknek. Az országos szintű rendezvényen körülbelül 150 versenyző vett részt 16 horgászcsapattal és 14 főzőcsoporttal. Szeretnék köszönetet mondani a házigazdának, aki megszervezte ezt a projektet, Óbecsének, azaz a szervezet titkárának, Jován Bujkovnak. El kell mondanom, hogy ma nagyon meglepett a résztvevők nagy létszáma, és gratulálok ennek az úrnak, aki ezt elérte. Az óbecsei szervezet valóban felülmúlhatatlan a szervezésben és a vendéglátásban, különösen Bujkov úr, aki rengeteg erőt és törekvést fektetett bele a szervezésbe, melynek eredménye lett ez a kitűnő rendezvény. Ezúton neki külön köszönet, mert úgy gondolom, hogy ő az egyetlen ember ebben a munkában, aki ezt meg tudta csinálni, és aki kitűnő házigazda. Amíg a város egyik részén abban versenyeztek a horgászok, amiben a legjobbak, addig a másik ponton, a kempingtelep közelében a Tiszaparton halászlé illata terjengett. A szakácsok, csapattagok és minden érdeklődő 14 bográcsban készítettek különlegességeket. A zsűri véleménye szerint a pancsevói csapat főzte a legjobb halászlét, második helyen az újvidékiek végeztek, míg a nagykikindai csapat lett a harmadik. A rendezvényt a törökbecsei Dejan Popov műalkotásai tették teljessé, aki egyébként az óbecsei szervezet tagja.
Büszke vagyok arra, hogy részt vehetek ezen a versenyen az alkotásaimmal. Rajzolással már gyermekkorom óta foglalkozom, körülbelül a 7.-8. osztálytól. Nem tanultam rajzolást, lépésről lépésre lassan kezdtem hozzá, és önállóan jutottam el idáig. Ez a rendezvény sokat jelent számomra, de minden jelenlevő számára is, aki szereti a művészeteket. Részt vettem már Törökbecsén is egy amatőr versenyen és regionális versenyeken is. Összességében jól érzem itt magam. Az Óbecsei Duna-Tisza-Duna csatornán zajlott a horgászverseny. Az első helyet a Kragujeváci csapat szerezte meg. Második helyen a házigazdák végeztek, míg a zentai horgász csapat lett a harmadik. Egyéni kategóriában a Kragujeváci Milomir Pavlovics győzött, aki 1165 gram halat fogott ki. Második lett a Zsabjai Gyorgye Ivan is, 810 grammal. Az Óbecsei Nenad Gasparics pedig a harmadik helyet szerezte meg, 645 gram kifogott hallal. Vidovdán alkalmából a Gyidó Kulturális Művelődési Egyesület koncertet tartott a gyermekcsoportok részvételével az Óbecsei Városi Színházban. A 4 és 17 év közötti néptáncosok bemutatták az első fél évben elsajátított néptánc tudásukat. A közönségnek alkalma volt élvezni a Szerbia minden tájáról származó koreográfiák bőségét. A mi gyermekeink mellett fellépett még a Branko Radicevics néptánc csoport is, akiknek nem volt sok lehetőségük a fellépésekre idén és az elmúlt években sem. Most adódott arra lehetőség, hogy ők is bemutatkozzanak, hogy a szülők láthassák a szereplésüket. Bemutatkozott természetesen a zenekar, de az első csoportunk is egy rövid koreográfiával. Ezek után következik Ohrid, ahol egy népzenei táborban veszünk részt július 17-e és 24-e között. Augusztus 5-től 7-éig Focsára kellene utaznunk, ebben azonban még nem vagyunk 100%-osan biztosak. Majd ezt követi a Becsei Folk Fest, ami az egésznek a megkoronázása lesz. A koncert elején a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagja Dáne Mandics köszöntötte a jelenlevőket, és bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban mintegy 14 millió dinár értékben rekonstruálják az Óbecsei Városi Színház tetőszerkezetét, amelyet a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium biztosított. Mandics azt is elmondta, hogy Óbecse község kezdeményezést indított, hogy az amatőr rádiósok tevékenységük végzéséhez biztosítsanak megfelelő helyiséget, és az ő jelenlegi helységeiket, amelyeket egyébként nem használnak, adják át öltözők céljára a Gyidónak. Az új iskola év kezdetén, azaz szeptemberben a Gyidó Kulturális Művelődési Egyesület új tagokat vesz fel, 4 éves kortól felfelé, mert felső korhatár nincs. Június 30-án, azaz ma este kezdődik az éjszakai fürdőzés a szabadtéri medencékben, közölték a Gyorgye Predin Bádzsa Sportközpontban. Az érdeklődők 22 órától hajnali 1 óráig használhatják ki ezt a lehetőséget. A belépődíj 300 dinár, a napi előfizetéses jegyek nem érvényesek az éjjeli fürdésre. A Stefan Vrtogyák, Nikola Kovácsevics, Lukasz Stojkov, Branko Lagoncsics összetételű szerb négyes ezüstérmet szerzett 500 méteren a fiatalabb szeniorok versenyében. A június 23-ától június 26-áig megrendezett junior és fiatalabb szeniorok kajakkenu Európa bajnokságán, az Ada Ciganlián. A szerb kajakosok 1 perc 22 másodperc 538 század másodperces idővel fejezték be a versenyt, és ezzel megérdemelten lettek Európa második helyezettjei. Megtiszteltetés volt számomra Belgrádban, a fővárosban, hazai pályán, hazai közönség előtt szerepelni. Ez valóban óriási látványosság volt. Tavaly december óta zajlik a felkészülés, tehát majdnem 6 hónapja. Voltunk másfél hónapot Törökországban, majd egy hónapig edzettünk a belgrádi vizeken, ami szintén nagyban hozzájárult a sikerenkhez.
Az európai szintű siker elérésében nagy érdeme van a Szerbiai Kajak Szövetség reprezentatív edzőjének, Dejan Terzicsnek is, aki az elmúlt 6 hétben dolgozott a kajakosokkal. Rendkívül elégedett és büszke vagyok a fiúk elért eredményére, hiszen az Európa-bajnoki ezüstérem elérése 23 éves korig egy olyan eredmény, amely további motivációra serkenti őket. Ők valójában kiharcolták helyüket 4-es válogatottban az idei szerbiai kupabajnokságon, majd ezt követően készültünk erre a bajnokságra. Mintegy 6 héten keresztül kemény edzések voltak, és egy kupaversenyen is részt vettünk, amely a tapasztalatgyűjtésre szolgált, közvetlenül az Európa-bajnokság előtt. Ezzel az eredménnyel pedig felkerült a korona az eddigi munkánkra. Bár a mieink előtt a csehek, az olaszok és a portugálok számítottak éremesélyesnek, a szerb négyes keményen és bátran nevezett a szávatavon, és végül az említetteket maga mögött hagyva aranyfényű ezüstöt nyert, emelték ki a Szerbiai Kajak Szövetségben. Szerbia fiatalászai mindössze 70%-dal veszítették el az aranyat. A lengyel legénység 1 perc 22 másodperc 468 másodperces eredménnyel nyerte meg a versenyt, míg a németek 1 perc 23 másodperc 065 század másodperces idővel harmadikként eveztek át a célvonalon. Mi a kvalifikációt a legjobb eredménnyel zártuk, és arra számítottunk, hogy a döntőben bejutunk a legjobb 5 közé. Ehelyett másodikak lettünk. Mi mindent beleadtunk, és miután befejeződött a verseny, azt láttuk, hogy másodikként értünk célba. Ezek után feltörtek az érzelmek, és hát rendkívül elégedettek vagyunk. Ez az első nemzetközi érmem, és bízom benne, hogy lesz több is. Luka mellett Milos Stojković Szerbia színeit védte az Európa-bajnokságon, aki 500 méteren a K2 szakákban a 8. helyen végzett a B-döntőben. A konkurencia erős volt, de meg vagyok elégedve az elért eredményemmel. A 2-3 hét felkészülése pancsovai partneremmel meghozta a gyümölcsét. A B-döntő 8. helye szerintem remek, jelenleg nem lehetett jobb. Készülök a szeptemberi világbajnokságra, és ennél jobb eredményre számítok. A szerb kajak 4-es következő állomása Szeged és a világbajnokság, ahol még keményebb verseny vár rájuk. Kajakosaink pedig abban reménykednek, hogy ugyanezt az eredményt érik el ismét, vagy még inkább, hogy megszerzik az aranyérmet. Szeptember elején tartják a kajakkenu világbajnokságot a 23 évesekig versenyében. Odáig van még több mint 2 hónapunk a felkészülésre. Remélem, hogy sikerül magasabb szintre lépnünk a kajak gyorsaságát és a felkészültséget illetően, és arra számítunk, hogy ismét megszerezzük az ezüstérmet, vagy éppen az aranyat. A magyarországi világszintű megmérettetésen is Terzics edző fogja felkészíteni és vezetni a csapatot. A felkészülés már a jövő hét folyamán elkezdődik, itt Óbecsén gyűlik össze a csapat, és egy rendkívüli csoport fog együtt edzeni a fiúkkal, mivel nekünk van egy mondásunk, hogy olyan vagy, mint a sparring partnered, ezért minél jobb csapat lesz velünk a felkészülésen, úgy fognak ők is jobban fejlődni és előre haladni, mert egymást fogják motiválni a még keményebb munkára és edzés folyamatra, amely biztosan még jobb eredményhez vezet majd. Összesen 33 nemzet versengett a dobogós helyekért 38 szakákban, 2 versenyszámban. Több mint 900 versenyző. Szerbia címerét 27 szakákban 11 lány és 19 fiú védte. Szeretnék köszönetet mondani a rendkívül jó támogatásért a Szerbiai Kajakkenu Szövetségnek, amely a belgrádi versenyen remekelt. Mindenki dicsérte a szervezést, amely valóban csúcsminőségű volt. Mindenki azt kívánta, hogy legközelebb is Belgrádban legyen megszervezve az Európa-bajnokság, hogy újra eljöhessenek ide, és hogy ismét mi legyünk a rendezvényházi gazdái. Mivel mindenki nagyon jól érezte magát. Ez egyébként számunkra is jó, mert a mi gyerekeinknek ez lehetőséget biztosít arra, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt szerepeljenek, mert ez sokat jelentett nekik. Nagyon motiváltak voltak emiatt. Erre kell majd a jövőben a Szerbiai Kajak Szövetségnek nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy minél több versenyt szervezzünk, amelyen olyan versenyzők is részt vesznek, akik nem a válogatott tagjai.
Szeretném továbbá megdicsérni a Becsei Kajak Kenu Klubot, annak vezetőségét, akik remekül végzik munkájukat, és amely szintén támogat bennünket a remek felszerelésekkel. Ezen kívül köszönet Óbecse községnek, külön kiemelve Dáne Mándicsot, aki megértéssel van irányunkban és a szükségleteink iránt, és ő az óbecsei sport egyik legnagyobb támogatója, amiért szintén óriási köszönet neki.